Gyuri, 3-1-re is vezettünk már a Szent Lőrinc otthonában, mégsem tudtuk megszerezni a 3 pontot. Hogyan élted meg ezt a találkozót? Hasonlóan, mint az előzőt, most se járattuk gyorsan a labdát, elég meddő mező fölényünk van, és a dinamika hiányzik a utolsó harmadban a kapu előtt, és a védekezésünkben is voltak most hibák. 3-1-nél nyilván megnyerhettük volna ezt a mérkőzést, kiengedtük a kezünkből, hát ez egy jó tanulópénz volt szerintem a mai nap, legalábbis én sokat tanultam belőle, remélem a játékosok is. Mik voltak a pozitívumok? Hát az, hogy 0-1 után azért voltak olyan időszakai a mérkőzésnek, amikor fölénybe tudtunk kerülni, és mondjuk úgy, hogy időszakosan jól is játszottunk, de még ott is azt mondom, hogy ezzel a dinamikával, hogy ezt a dinamikát még azért kell csiszolgatnunk. Hogy érzed a védekezésen, miben kell változtatni, hogy ne kapjunk ennyi gólt? Hát én azt hiszem, hogy nagyon egyszerű helyezkedési hibák voltak, amiből adódott ez. Hát gyakorlatilag 2-3 támadás volt, ami veszélyes volt az ellenfél részéről a mérkőzés alatt. Hát ennyiből nem szabadott volna 3 gólt kapni. Németh Krisztiánról mit lehet tudni? Aláfordult a bokája, és bedagadt. Hát egyelőre ennyi. Nem jött jól nekünk, hogy éppen a Németh Krisztián jött le a pályáról.